elmondta Miklós, hogy lett egy forrosztási osztás, megújult itt Zircen. De azért is örömteli, mert Zircen ebben az évben második alkalommal lehetek jelen egy ilyen ügyféltér átadásán. Azt lehet mondani, hogy a Zirc városában működő második legnagyobb járásivatalhoz kapcsolódó ügyféltér átadással kerül sor a mai napon, hisz július 3-án átadtuk a kormányablakot, és az már azóta remélem, hogy mindenki nagy érettségére működik. Abban bízom itt is, hogy a Zirci járáshoz tartozó 10 település 20 000, több mint 20 000 lakosát, a foglalkoztatási osztály is, a köznyelven még mindig munkahogyi kirendeltség ki fogja szolgálni, és maradéktanul és elégedetten távoznak majd innen az ügyfelek, amikor betértek ide hozzánk. Nagyon fontos megemlíteni talán azt, hogy ez egy országos fejlesztésnek, egy országos fejlesztésnek a részeként megvalósuló beruházás, egy felújítás. 56 helyszínen ma Magyarország kormány döntése értelmében európai uniós forrásokból finanszírozva újulnak meg foglalkoztatási osztályok. Veszprém megyében 4 érintett helyszín van, Ajkosi meg, Balaton, Almádi és Zirc. Zircen és Almádiban önálló ingatlanok felújításra kerül a sor. Sümegen már átadásra került korábban, ott egy közös helységben, közös épületben a helyet a kormányoknak és a foglalkoztatási osztály, és Ajtlánsi szinte egy közös helyszínnek fog majd helyet kapni, november elején vártól azt is kell átadnunk. Jövő héten pedig Almádiban adjuk át a másik foglalkoztatási osztályt. Kiemelt és fontos cél elérésének az egyik eszköz a foglalkoztatási osztály működtetése, és nyilván, ahogy járásivatalvezető úr is fogalmazott, a cél és az elvárás az egyértelmű és világos. Modern 21. századi európai szintű környezetet biztosítani az ügyféleknek, az ügyintézésekhez, az ügyintézőknek pedig ilyen munkakörnyezetet, hisz az is egy fontos dolog, hogy az ügyintézők milyen munkakörülmények között tudják fogadni az ügyfeleinket. És a fontos cél még az, hogy ezek a megújítások mi miatt történnek, hogy miért is kerül rájuk sor, mert a közfoglalkoztatás az, ami most egy kiemelt szerepet játszik az gondoló kormányzat célkitűzései között, hisz Magyarország kormánya egy gondoskodó állam. Gondoskodó államként nem csak beszél erről, hanem tesz is érte. Tesz ezen a területen, ahol most állunk a foglalkoztatás terén, a közforgoztatás megszervezésével. 2015-ben 270 milliárd forint összegben indítottak el közforgoztatási programokat Magyarországon. Jövő évben ez tovább fog nőni. 340 milliárd forintos összegben kívánják a közforgoztatást tovább bővíteni. Itt Zircen azt kell elmondani, hogy, és az a fontos talán, hogy a Zirci járás térsége is nagy mértékben bekapcsolódott a közforgoztatásba. Arról beszélünk, hogy van 361 fő, aki álláskereső és álláskeresési járadékért fordulnak ide, vagy felkeresi ezt a foglalkoztatási osztályt, az a szemben 452-en, tehát több, mint az álláskeresők száma, 452 fő részt vesz a közfoglalkoztatási programokban, amelynek a célja az, hogy segítséget nyújtson azok az embereknek, akik úgymond leszakadnának, akik álláskeresési járadékban részesülnek, visszaadjuk a reményt arra vonatkozóan, hogy van lehetőség a munkaerőpiacra való visszajutásban, van lehetőség újra az elhelyezkedésbe, és ehhez hozzásegít őket egy olyan közforgalmazási program, amelynek keretében közparkok újulnak meg, árkok tisztulnak meg, közterek vagy éppen parkok, vagy a temető rendbetételére kerül sor, utcai utalok felújítását végzik, akár Zircen, akár Zirci járás bármelyik településen. Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból is kiemelkedő a járási hivatalnak a foglalkoztatási osztályának a működés és a működésnek az eredménye, de kiemelkedő olyan szempontból is, hogy a megyei átlag is országos átlag alatt van, tehát az álláskeresők számát tekintve, az Zirci járás pedig még több mint 2%-kal a megyei átlagnál is jobb mutatókkal rendelkezik, tehát hála Istennek mondhatni azt, hogy a megyei átlagnál átlaghoz képest is kevesebb az álláskeresők száma. Én bízom abban, hogy akik ide érkeznek a megújult foglalkoztatási osztályhoz, ezért a szolgáltatásokat igénybe veszik. Minél kevesebben jönnek az elkövetkező időszakban, minél több nagy foglalkoztató fog majd akár közfoglalkoztatásban, akár teljesen piaci alapon működő munkaerő felvevőként megjelenni, és minél több elégedett ügyfél távozik majd tőlünk. Az itt dolgozó kollégáknak pedig azt kívánom, hogy tényleg a megújult környezetben mosolyogva, empatikusan és ügyfélbarát módon gyors és hatékony közigazgatást megjelenítve, megtestesítve végezzék a munkáikat, és az ügyfelek megelégedettségére töltsék el mindennapjaikat. Végezetük pedig, ahogy hivatalvezető is már kiemelte, szeretném megköszönni a munkáját a kivitelezőnek, szeretném megköszönni a Nemzetgazdasági Minisztériumnak és a Közigazgatási és Igazsági Hivatal munkatársának a munkát, az én kollégáimnak az elvégzett munkát, és a türelmét minden Zirci lakosnak, minden Zirc környéki állampolgárnak, akinek az átmeneti időszakban egy bérelt, másik ingatlan és helyen kellett felkeresni a foglalkoztatási osztályt és ott igénybe venni a szolgáltatásokat. Bízom abban, hogy ez az elmúlt 3 hónapban a felújítás zajlott,
és inkább 5 hónap, mert ez egy hosszabbra nyúlott. Az az időszak azért megérte a várakozást, és a megújult épületben majd szívesebben fognak jönni. Köszönöm szépen!